Hvaljen Isus i Marija i dobar dan, poštovani predstavnici medija. Vičer teši, juna pod kivanom, o medijo, jelenlevők, képviselőinek. Okupili smo se danas simbolično na svetkovinu zaštitnika naše biskupije, svetoga Pavla, kako bi zajedno pustili u javnost novi sajt Subotičke biskupije. U izradi ovoga sajta sudjelovalo je više ljudi kroz duži vremenski period. Sajt je izrađen na mađarskom i hrvatskom jeziku. Na samom početku svatko može odabrati željeni jezik. Na njemu možete pronaći informacije o središnjim biskupijskim ustanovama, o župama i svetištima naše biskupije, kao i izvješće događanja iz župnih zajednica diljem Subotičke biskupije. U tražilicu možete ukucati domen katholik-su.rs sa c, ali evo imat ćete na papirima. Ili jednostavnije ukucajte Subotička biskupija pa će vas Google tražilica uputiti na željeno mjesto. Usprkos duljem vremenskom periodu i svim uloženim naporima, na sajtu se mogu pronaći pogreške ili ti nepotpuni podaci koje ćemo u hodu ispraviti i upotpuniti. Én is köszöntöm itt a megjelent kedves sajtómunkatársakat, a média képviselőit. Ma az egyházmegyénk védőszentje, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén összegyűltünk, hogy közösen indítsuk el a Szabadka egyházmegye régen várt új honlapját. Az új honlapon több ember hosszabb időn keresztül dolgozott, hogy kialakulhasson a ma láthatóvá váló változata. Az oldal magyar és horvát nyelven is olvasható lesz. Az oldal legelején választhat a két nyelv között az olvasó. A széles közönség az új honlapon találhat információkat a központi egyházmegyei intézményekről, egyházmegyünk előjáróiról, plébániákról, kegyhelyeinkről, valamint rövid híreket, beszámolókat a Szabadka egyházmegye eseményeiről. A Google keresőbe be kell írni a katholik-szu.szerbia.domain honlap nevet, egyébként itt megtalálható majd a pontos leírása, vagy pedig egyszerűbbnek tűnő Szabadkai Egyházmegye nevet, és a kereső elkalauzolja a kereső személy a kívánt új honlapra. A megfeszített munka ellenére sajnos a honlapon található kisebb hibák, elírások, melyeket minél előbb megpróbáljuk majd kijavítani. Most pedig átadom a szót Pazukas Ferenc megyés püspök úrnak, a Szent Predem Récs, Tásen Biszkupó, Frányi Fázekassó. Prečasná bratia, svečeníci, poštovaní prisutní, predstavníci rôznych médií, drahí sestry, bratia v Kristu. U ime naše Subotičke biskupije sve vas od srca pozdravljam. Danas želimo s Božjom pomoću u javnost pustiti našu web stranicu. Najprije želim zahvaliti svima koji su ovu stranicu pripremili ovih zadnjih proteklih godina. Hvala im za njihov rad i trud. Prvenstveno poslanje, primarna zadaća crkve, jest navijestiti evanđelje Kristov nauk. Stoga i mi želimo koristiti moderna, suvremena sredstva u tu svrhu. Neka Božja milost pomogne svima koji će i dalje raditi na uređenju naše web stranice. Neka Gospodinov blagoslov prati sve one koji će obavljati ovu odgovornu službu. Neka ih u tome vodi ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Fütisztelendő paptestvéreim, tisztelt jelenlevők, a média képviselői, Krisztusban kedves testvéreim! A Szabadkai Egyházmegyénk nevében mindenki szívből köszöntök. Ma szeretnénk a nagy nyilvánosság számára közzétenni
a weboldalunkat. Először is köszönöm mindazoknak a munkáját, fáradozását, akik az elmúlt évek során dolgoztak oldalunk előkészítésében. Egyházunk elsődleges küldetése és feladata, hogy hirdesse az evangéliumot, Krisztus Urunk tanítását. Ezért a cél érdekében akarunk modern és korszerű eszközöket felhasználni. A Jóisten kegyelme segítse mindazokat, akik a web oldalunk szerkesztését dolgoznak, az Úr áldása kísérje mindazokat, akik e felelős szolgálatot vállalták. Mindebben vezérelje őket Isten és a fele barát iránti szeretet. Köszönöm szépen. Ukoliko netko ima neko pitanje, može postaviti. Volki von volni kjedeš, lehet možet kjedezni. Dakle, evo, držite, obzirom da otvarate novu web stranicu, sad joj obnavljate stalo i otvarate novu, dakle, koliko držite važno, koliko crkva drži važno biti prisutno u javnosti, društvenim mrežama, u komunikacijati s medijima, zašto ovo, evo, ovaj ishodak biskupija nam pregledali radi? Pa, želja nam je, zapravo ovo nije sad neka velika novina, web stranice postoje odavno, je li tako? Ali za nas jeste, s obzirom da ima puno detalja i na oba jezika i mnogo je tu nekih sitnih stvari koje je važno bilo usaglasiti. S druge strane, živimo u modernom vremenu gdje nam je biblioteka na telefonu, gdje smo prisutni u svakom trenutku, šta god se dogodi na jednom kraju svijeta, mi to saznajemo u nekoliko sekundi. Pa evo, želja nam isto tako da Božja riječ i djelovanje naše biskupije, naših župnih zajednica, naših ljudi, naših vjernika, bude dostupno svima koji eto, mogu nešto o tome pročitati, nešto saznati, potaknuti se dovoljno, nekako evo, Božja riječ da bude u svakom domu, u svakom telefonu, na kompjuteru, a opet s druge strane nam je i važno to da naši ljudi budu informirani o osnovnim stvarima vezano za urede u biskupiji, da budu informirani koliko ima naših župa, koliko ima svećenika, koje su svetišta, gdje se to sve nalazi, sve su to neke stvari koje se mogu pročitati na našoj web stranici. Hvala. Može dobroći? Annyit ki kell jelentenünk, hogy nekünk volt egy régi honlapunk, ami már elavultá vált, és akkor így egy újra volt szükség, új információkkal, új lehetőségekkel. Főleg, mikor a koronavírus ugye itt elindult, akkor azért sokan rákényszerültek az internet adta lehetőségekre, a médiára, és hát nekünk is lépnünk kellett, így létrejött ez az új honlap. Annyit kell tudni, hogy azért kétnyelvűség van, és azért össze kell egyeztetni a két nyelven lévő dolgokat, ez egy kicsit hosszabb ideig tart, és hát mint amit mi tudunk, megtettünk. Egyébként a honlapra azért is szükség van, mert az emberek már egyre többen, egyre jobban fönnkeresik az interneten és a honlapokon a különböző adatokat, és így mi könnyebben tesszük azt a lehetőséget, hogy valakit megkeressék, mondjuk melyik plébánián szeretnének részelni szentmisén, vagy mi történik az egyházmegye életében, és első kézből kaphatják meg az információt, nem pedig valahol keresgélve, esetleg hát rossz információhoz jutva. Így megpróbálunk tényleg benne lenni a közösség életbe is, mint egyházmegye, és ugye nem utolsó sorban eljutatni az evangéliumot híveknek az embereknek. Ako bi to bilo to, onda bi zavoli našeg biskupa da klikne sudbonosni klik s one strane možda. Božja pomoć i tako i tako.
možete da ne ti. Dobro. Neka Bog blagu sa tim. Dobro. Što ste tamo tako čuli? Možete možda još malo mišem da...